Jó estét kívánok, szervusztok gyerekek, nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk. Az nagyon rossz, hogy a csoportnak az egyik fele egészen hátul, a másik fele egészen közel, de hát örüljünk annak, hogy ilyen szép időnk van, és nem úgy vagyunk, mint augusztus 1-én, amikor ilyen sokan voltunk ezen az udvaron, és minden pillanatban egy kicsit elerett az eső, annál most sokkal szebb az időnk. És én arra biztatlak benneteket, hogy már nem süt annyira melegen a nap, gyertek egy picikét közelebb. Szeretettel köszöntjük a mai napon az Iglice Tánc Együttes Széchenyből, kérek egy nagy tapsot neki. És a Dűvő Zenekar, nagyon örülünk, hogy itt van közöttünk. Itt van a közöttünk a zenekar tagjai. Remélem, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni, és annak meg külön örülök, hogy ugye Ivett néni és Józsi bácsi is fognak táncolni. És ez mind azzal a céllal történik, hogy szeptember közepétől sokkal, de sokkal több gyerek járjon el a táncfoglalkozásokra. Mert hogy azt hiszem, hogy mindenkinek a hasznára fog válni, hiszen aki eddig is járt, az mindig nagyon, de nagyon jól érezte magát. Úgyhogy nem én vagyok a főszereplő, átadom a lehetőséget az Iglice Tánc Együttesnek és az Dűvő Zenekarnak. Jó szórakozást mindenkinek! Akkor én is mindenkinek szép jó estét kívánok, azon tanakodtunk, hogy jó napot vagy jó estét, de akkor inkább az estébe bele fogunk most már nyúlni, úgyhogy mindenkinek jó estét kívánunk. Egy kicsit más tisztemben vagyok most itt, mint szoktam, nagyon örülök a sok ismerős arcnak, a felnőttek közül is, és a gyerekeknek is természetesen. És hát akkor, mint ahogy az előbb Judit elmondta, az Iglice Tánc Együttes és a Dűvő műsora fog következni. Az együttesről annyit szeretnék mondani az Iglicéről, aztán majd Dénes esetleg, majd te is ma még szót kapsz a műsorban, ha gondolod. Tehát az Iglicéről annyit, hogy mint látják és látjátok, fiatal gyerekek, kicsit idősebb, majdnem felnőttek, táncolunk most majd mi együtt. És azért örülök ennek a lehetőségnek, mert kedves gyerekek, akik itt ültök most a nézőtéren, fogjátok látni, hogy milyen nagy örömet okoz az, hogyha az ember eljár a néptáncórákra, kicsit elfárad, otthon nem fog annyit rendetlenkedni utána, és aztán nagyon-nagyon sok helyre eljut majd a világban, úgy, ahogy az iglicés gyerekek is, most már egyre több helyre eljutunk. Jártunk Törökországban, Olaszországban, Lengyelországban, többször Csehországban, és mindig együtt mentünk, és mindig vittük a Magyarország és a Magyarországon élő nemzetiségeknek a tánchagyományát, és azt gondolom, hogy a Dűvő is ugyanezzel a céllal indul neki az egész világnak. A Dűvő zenekar a héten ért haza Amerikából. Tehát mi Széchenyből érkeztünk, illetve Széchenyi környékéről, és az első blokkban a mi tájunknak a tánchagyományát és a zenei hagyományát szeretnénk bemutatni, méghozzá Rimócról és Varsányról, a viselet is odavaló, és azt szeretném elmondani, hogy holnap a Budai Várban is ezzel a műsorral fogunk szerepelni, illetve a Művészetek Völgyében is ezzel a műsorral voltunk, és nagyon fontos számunkra, hogy a saját környezetünknek a tánchagyományát ismerjük és tudjuk. Úgyhogy egy tavaszi kis népszokás fog következni, és az egészet Margit néni, aki Varsányban él és 75 éves, ő fogja nektek először elmesélni most CD-ről, és aztán mi megpróbáljuk ezt egy kicsit idehozni nektek, hogy mi történt régen tavasszal. Az Úr Jézus feltámadott. Ezt ünnepeljük húsvétkor. De ott van előtte a nagy bűt. Ez a bűnbánat ideje. Szigorú bűttel kezdődött, háromszor lehet itt enni, de csak egyszer jó lakni. Ez nem nagyon tetszett nekünk, de nagyon szigorúak voltak a szülők. Azt mondta, bűtöljetek, mert ha nem, akkor nem lesz szép szeretőtök, szép uratok. Ezt mi el is hittük. Bűtben nem volt szabad húst enni pinteken 7 hétig. Gyászba öltöztünk feketébe. Ez volt a vezeklés ideje. Aki szeretett inni, fogadalmat tett, hogy a bőtbe nem iszik. Az asszonyok pedig azt a fogadalmat tették,
hogy minden héten egy nap nem esznek főtt ételt, csak kenyéren és vízen voltak. Nem volt szabad hangoskodni, toncolni. Ha valakit mégis megláttak, azt mondta, hogy most már lehull a szilva, mert toncoltatok a bődbe. Az első házba nagy felvetett tagy volt, 12 vonkussal, de abban nem hallott senki, csak dísznek volt. Azt mondta, bődbe nem szabad kirakni, szellőzni, mert beleesik a moly. Vasárnap mentünk a misére, a létanyjára, utána mentünk a faluba. Ez volt a szórakozásunk. Virág héten már mindenki takarított, beszéltek, lugoztak, mozoltunk, mert akkor még nem volt palló. A lányoknak már készítették a szoknyákat, keményítették, azt lesték ki kereket, kinek a szoknyája keményebb. Alig voltuk már, hogy letehessük a fekete ruhát. Azért egy kicsit mi is rosszalkodtunk, elmentünk a szérőbe játszani, ami a kertek végébe volt. Ott nem láttak meg, de azért volt, amikor észrevették, hogy énekeltünk, karéztunk. Ekkor kaptunk egy-két nyaklevest, és nem mehettünk két hétig játszani. Így büntettek meg. Hát így ment el a bőt, utána gyűjt a húsvét, amit nagyon vártunk.
Thank you.
Never!
a tűző napról lemennek, innen is átöltöznek, addig most jön a nagy titok. Mindenkit szeretnék kérni, akinek ismerős az a dal, hogy la-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 la, jöjjön fel a színpadra gyorsan. És akinek ott van még a barátnője, és ő is fel szeretne jönni, mert hogy mesélni fogunk, az jöjjön. Tapsoljuk meg, aki nagyon bátor. Igen. Gyertek, gyerekek, gyorsan, Ricsi is jöjjön, mindenki jöjjön, akinek van kedve. Józsi bácsi is jöjjön föl gyorsan. Gyertek, gyerekek, gyertek, gyertek, ügyesen. Álljunk meg. Egy nagy körbe gyorsan, fogjunk egy kört. Dénes bácsi, elhúzod nekünk ezt egy párszor. Na és akkor először indulunk körbe, csak egyedül. Jó, így körbe mehet. Adata lenne ma mindenkinek, hogy amikor tapsolni kell, meg integetni, akkor mindenkinek kéne. Kipróbáljuk? Mi fogjuk énekelni, hogy megállok, tapsolok. Hármat kell. Na még egyszer. Jaj, na még egyszer. Hát csak hármat. Megállok, tapsolok. Na most figyelj, a jobb kezed, de mintha nagyon mérges volna. Integet, másikkal is, integet. Azt, amikor egy jó nagy pofont adunk valakinek, összecsapjuk a kezünket, megtapsoljuk, na még egyszer, megállok, mérgesen, és most megfordulok, na akkor még egyet húzzunk rá, és most már a közönség is segítsen nekünk. La, 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 la. Guggoljonak, ide fönt van a színpadon. A többiek meg, akik nem voltak olyan nagyon bátrak, azok csak figyeljenek, de ha valaki meg bátorodnak közben, az nyugodtan jöjjön fel a színpadra. Na, belekezdem a mesénbe, jó? Na, egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még azon is túl, ott, ahol a kis kurtafarkú malac tor, na, ebben volt nem messze attól, volt egyszer egy legényke. Te! Hát ez nagyon fajn legény volt. Dolgos volt, szorgalmas volt, no meg szófogadó is volt, no meg még nagyon erős is volt, mutasd csak az izmodat. Aha. No, tehát nagyon szerette őt az édesanyja. Na, nőtt a gyermek, nőtt, míg a gatyáját is kinőtte, úgy megnőtt. No, akkor az édesanyja adott a fejébe egy kalapot, és azt mondta neki. Na, én rám figyelj, édesfiam. No, húzd ki magad. No, erígy, édesfiam, láss országot, világot, próbálj szerencsét. No, mit gondoltok? Hát persze, hogy elindult a legényke. Körbe, hetet-hét országon túl. La, 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 la. Völgyön át, faluból ki, faluba be, no, egyszer csak odaért egy jó erős gazda házához. No, édesfiam, valami tisztességgel meg kell hajolni, kalapot levenni, no, adjon Isten, uram! No, hát valami szolgálatot keresek. Valami munkát keresek. Azt akad-e valami munka? Akad. Na, hát persze,
hogy jó gazdához ment ez a legényke. Hát itt volt annyi munka, hogy jó, még a fejét is megvakarta a legény, hogy ugyan el tudja majd vállalni. No, a gazda a legényre bízta a sok szép báránykáját. Látod te ezt a sok szép báránkát? Jó lesz? Megőrzöd? Na helyes, kezed rá. Úgy bizony, no, a gazda odaadta a legényre bízta kis birkákat, és azok elindultak kifelé a báránkák, de hogy birkák a báránkák elindultak kifelé. La 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 la. Őrizte a báránkákat. Jó, nagyon ügyes volt, egy sem ment el sose. No, azt amikor vége lett a munkának, akkor a legény úgy gondolta, erősen úgy gondolta, hogy voltám a bárányok között egy aranyszőrű bárány. Jó, vannak, akik megbárutorodtak. Gyere, drágám, gyere! No, volt a bárányok között egy aranyszőrű bárány. No, ki lesz a mi aranyszőrű bárányunk? Na gyere, hát téged hogy hívnak, te nagyon szép aranyszőrű bárány? Niki! Niki aranyszőrű bárány. Tudod-e, hogy az aranyszőrű báránynak mindig volt egy aranycsengettyűje? És amikor ment, akkor ez mindig csilingelt. No, Virikém, jó erősen nézd meg, fiam. Mert ez egy nagyon szép aranyszőrű bárány. Na, gondolta a legény. Nem is fog más egyéb fizetséget kérni a gazdától, csak hogy ezt a Niki nevű aranyszörű bárányt neki adja. Na, mit gondoltak, neki adta? Hát persze, hogy neked, ez nagyon jó legényke volt. No, a gazda odaadta, a legényke meg elindult hazafelé, mert már nagyon hiányzott neki az édesanyja, meg a finom töltött káposzta. No, előment a legény. Mögötte táncolva az aranyszörű bárány. No, de így indultak hazafelé. La 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 la. Jön át, faluból ki, faluba be. Egyszer csak egy faluhoz érkeztek, ahol már biza be volt sötétedve. És mivel igencsak el volt fáradva a legényke a sok járásba, a kelésbe, hát lefeküdtek aludni. Na, feküdjél le, édes fiam. Feküdjél le. Te! Na, meg a báránka is. Na, meg még nem álmod csak ők, még az egész falu is aludt. Aludjatok csak gyorsan. Jó volt olyan horkolás, de még a kutyáknak az ugatását se lehetett hallani. No, volt ebbe a faluba egy igen szép leánka. No, leszel te a mi igen szép leánkánk? No, ennek az igen szép leánkának bizony nagyon megtetszett az aranyszőrű bárány, és úgy gondolta, hogy éjszaka, amikor mindenki alszik, akkor megpróbálja ellopni a báránkat. No, gyere, lopjuk el, lábújhegyen. No, azt amikor meg odaért, az húzta, vontatta, szigálta. Na bizony, mit gondoltok, mi történt? Oda ragadt! Na, amikor oda ragadt, akkor tapsolunk egy nagyot. Hát oda ragadt! Na, másnap reggel fölkelt az egész falu. Na, meg a legényke is. Jó, te! Jó, megnyújtózkodott! Ki most a szeméből a csipát is. Megigazította a kalapját, aztán elindult hazafelé. No, de csak elindult volna, meg akkor vette észre,
leányra. Oda volt ragadva egy igen szép leány. No, megvakarta a fejét a legény. Nem a kalapját, a fejét. Nagyon jó. No, gondolta, jó lesz ám az így is. No, most már te így mentek tovább. La, 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 la. Egyszer csak egy szakácsné meglátta őket. Na te éppen csirkepörköltet főzött aznap, aztán csak keverte meg, keverte. Hogy a csipek, hogy közben énekelte neki, megmondom, hogy 100 forint a csipe ára, leteszem az asztalára. Hogy így énekel, meg kavarta a csirbe pörköltet, egyszer csak meglátta. Elől ment a legény, legény után táncolva az aranyszörű bárány, aranyszörű bárányra ráragadva a leány. Na te, hát ez olyan méregbe gurult. Közelebb lépett, suhintott akkorát a leány farára. Hogy te azonnyomban ő es odaragadott. Na te, most már így mentek tovább. La 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 la. No, ahogy mentek ezek hegyen, völgyön, faluból ki, faluba be, hát egyszer csak egy pap meglátta. No te, hát éppen akkor lett vége a misének, és a pap kiállt a templomnak a kapujába. Hát az bizony, még a szemöldöke is megzsibbadott a nagy csodálatás. Nézte erősen, nézte, mi az Isten csodája lehet az. Elölment a legény, legény után táncolva az aranyszörű bárány, aranyszörű bárányra ráragadva a leány, leány farára a szakácsné. Na te, ha közelebb ment. Az nagy mérgesen suhintott akkorát a szakácsné farára. Mondom, a farára. Na te, hát azon nyomban ő es odaragadott. Na most már így mentek tovább. La, 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 la. Nem volt mit tenni, menni kellett. Na, egyszer csak egy regiment katona meglátta őket. No te, ezek már messziről nézték. Erősen nézték. Azt egyszer csak közelebb mentek. Suhintottak akkorát a papnak a hátára. Azonnyomban ők ezt odaragadtak. Na te, most már így mentek tovább. Lálele. Thank you.
sötét városhoz érte. Nos, tudjátok-e, hogy mi volt? Nos, tudjátok, hogy mi volt a baj ebben a sötét városban, szerintetek? Miért volt mindenki szomorú? Mert a királylány beteg volt. Nem tudott mosolyogni. Na, nekem egy nagyon szomorú királylány kell. Ki lesz egy nagyon szomorú királylány? Na, gyere gyorsan! Tudsz-e nagyon szomorú lenni? Mutasd! Na, így kell lenni vagyok. Hogy hívnak téged, de nagyon szomorú királylány? Ilyen nagyon szomorú királylány. Na, ez a nagyon szomorú királylány egész nap csak sírt, rít. Senki meg semmi nem tudta őt megvigasztalni. Na, az öreg király kihirdette, hogy annak adja a leányát Sfele királyságát, aki az ő gyönyörűséges, szép, de nagyon szomorú leányát meg tudja vigasztalni. Na, jöttek is ám a válogatott hercegek, grófok, még nagyon ügyes cigánylegények is. De bizony senki nem tudta megvigasztalni a királylányt. No, meghallotta ezt a legényke. Úgy gondolta, hogy egy élet, egy halála, ő bizony megpróbálja a királylányt megvigasztalni. Na, felsorakoztatta az ő mókás kis seregét. Vágd őket jó hátba, egyenesen álljanak, osztam most már. Azt úgy gondolta, hogy a királylány elé viszi őket. Hát, ha elmosolyodik a királylány. Na, drágáim, most aztán azt nagyon-nagyon bohóckodni, mókázni. Hát, ha ez a nagyon szomorú királylány elmosolyintja magát. Próbáljuk meg! Mit gondoltok? Hát a királylány először is megtörölte a szemét. Megtörölte a szemét. Az egyszer csak te kacagott akkorát, hogy? Ugye, hogy most ők kacagnak. No, most egyszer csak, még egyszer. Egyszer csak kacagott akkorát. Hát de, hát ezek egyben meggyógyult. Mindenki elszakadt egymástól, a nagy vigalomba, mindenki táncra perdült. Keresetek csak egy párt magatoknak. La-la-la-la. Na, mit gondoltok? Hát az öreg király majd kibújt a bőréből. Úgy örült, hogy meggyógyult a leánya. No, mit gondoltam? Mit gondolsz, édesem? Mit kaptál ajándékba, hogy ilyen nagyon bátor, ügyes voltál? Meg még? Na, meg a lányt. Az jó lesz neked ez a lány? No, a leányból, a szomorú királylányból mosolygós királylány lett.
legénynek igencsak megjutalmazták, nekiadták a leány, meg a fele királyságot. No, hét országra szóló lakodalmat csaptak, ilyen. Thank you.
estét kívánok én is a magam nevében, mint jó palócok egyike. Beszélgetünk itt a Józsival, meg a Ivettel, 100 éve ismerünk egymást körülbelül, és hogy mi zenészek hogyan is tanultunk meg, honnan szereztük a tudományt, ugyanis ezt nem lehet megvenni a boltba, hogy bemegyek, azt kérek szépen egy kiló népzenét, vagy ilyesmit. Hát annak idején nagyon sokat jártunk gyűjteni, mi úgy hívtuk. Tehát ez úgy történt, hogy amikor elkezdtünk muzsikálni, annak idején azt tanultuk az iskolában, hogy a Kodály Zoltán itt gyűjtött, meg ott gyűjtött. Hát bizony elég szomorú, hogy annak idején, amikor ő gyűjtött 1904-5 körül, akkor ő csak az énekes zenéket vette fel, az akkori cigány zenekarokat, akik akkor működhettek, azokkal nem foglalkozott. Most 1970 körül kezdtünk el foglalkozni a cigány zenészekkel szó szerint, és hát én jó magam is hónapokig Erdélyben, a Felvidéken, ott éltem közöttük, meg tanultam tőlük a zenét, ugyanis én úgy gondolom, hogy Kodály nagyon jól látta azt, hogy a zenéhez két dolog kell, egyik a tehetség, a másik a szorgalom, és a cigány zenészekben, vagy a roma fiatalokban, gyerekekben, ott van ez a tehetség, nagyon ott van, és már csak a szorgalmat kell megtanulni, hogy hogyan is kell ügyesen, okosnak lenni. És hát ezek a cigány zenészek valami fantasztikus talentumok, olyan aggyal rendelkeznek, hogy hihetetlen, és mai napig nem tudom őket még utánozni, csak próbálom. És hát mi, amit majd következőekben fogunk játszani, a Száz Csávás, ez Erdélyben, a Marosvásárhelytől egy kicsit lejjebb, még ma is nagyon jó kondícióban, jó erőben levő cigányzenészek, akikkel szinte azt mondhatom, hogy majdnem, hogy komák vagyunk, mert nagyon jó barátságban vagyunk, ők többször voltak nálunk, az én lakásomban, én náluk laktam hónapokig, és szóval nagyon-nagyon-nagyon tudnak muzsikálni, és az egész környéket ellátják. Hát most már annak idején kinlaktak még a cigánytelepen, most már a zenészek annyira ügyesen csinálják az életüket, hogy beköltöztek a faluba, rendes nagy házuk van, szóval nagyon érdemes zenésznek lenni, még hogyha roma vagyok is, csak nagyon sokat kell dolgozni érte. Úgyhogy most őtőlük fogunk muzsikálni, Száz Csávásról egy csokrot. Hallgassák figyelemmel, mert tényleg nagyon virtuóz és mai élő zene, és hát ezeknek a roma zenészeknek köszönhetjük azt, hogy a magyar kultúra és a magyar zene is, meg ha természetesen a cigány zene is megmaradt úgy, hogy még mi is meg tudjuk tanulni tőlük. Úgyhogy köszönjük szépen neki. Ez a gyerekek,
Nyírvasvári bor, Szabolcs bor. Kicsit beindítjuk a kannát, hogy jó fog ezt volni. Táncos Jani, Pécsi Izmaja, Yes.
fognánk a magyar palackai táncokban, ami szintén Erdélyből való. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk, hogy ilyen sokan itt voltak, és ti is gyerekek, és tényleg, amit Judit néni is mondott, hogy nagyon-nagyon várunk benneteket szeptember közepétől, ki lesz majd írva, hogy mikor lesznek a táncórák, és szeretnénk, hogyha belőletek is majd olyan fiatalok lennének, amikor megnőttök, mint akik itt vannak most, hogy ismernek nagyon sokféle tájegységnek a hagyományait, a táncait, a viseletét, és természetesen, amit nagyon kevésszer hallottok, hogy maga a cigány... Igen, és Dénes bácsi majd, amit súgott, azt is elmondom, hogy az az igazság, hogy maga a cigánytánc ez borzasztóan nehéz technikai dolog. És csak azt elkezdeni, az nagyon nehéz, úgyhogy minden mást meg szoktunk előtte tanítani. Alapozunk egy kicsit, mert amit most is itt láttatok és láttak, ott bizony nagyon nehéz ritmikai dolgok vannak, ami nem megy ám csak úgy rögtön az elején. És nagy-nagy kitartás kell hozzá. És amit Dénes bácsi súgott, hogy a zeneiskolában is van felvétel. Hogy Dénes bácsi is nagyon nagy szeretettel vár minden gyereket, aki szeretne muzsikálni tanulni, és a Salgótarjánban. És azt szeretném még elmondani, hogy az csak azt tudja, aki egy kicsit a művészettel foglalkozik, és legyen szó bármilyen művészetről, legyen szó festésről, legyen szó táncolásról vagy zenélésről, hogy maga a művészetnek az ismerete, vagy egy picit a művészetbe belekóstolni, az nagyon-nagyon építi ám az embernek a lelkét. És nagyon-nagyon sok mindenre utána fogékony lesz. És nagyon sok szép dolgot utána meg tud majd élni, mert egy picit a művészettel foglalkozott. Úgyhogy minden kedves szülőt arra buzdítok, hogy küldje a kölykét a zeneiskolába, Dénes bácsihoz, illetve küldje hozzánk a tanodába. És akkor minden sok szépet, jót meg fognak tudni tanulni. És akkor zárásként magyar palackai táncok fognak következni Mezőségről, Erdélyből. És örülünk, hogy itt lehettünk. Köszönjük szépen! Thank you.